megkezdődött a templom felújítása, Milibölcsi Kenderesen, Máltai Szeretetszolgálat tábora, tájékoztatások. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2019. szeptember 6-án 18 óra 5 perckor. A napokban megkezdődött a református nagy templom felújítása. A munkálatok régóta esedékesek voltak. Az egyház vezetőinek és a térség kormánypárti képviselőinek közbenjárásával sikerült forrást találni a kivitelezésre. Dolgoznak a munkások a több mint 200 éves templom körül. Az időjárás viszontagságainak a vakolat nem tudott ellenállni. A református nagy templomunknak a felújítása már régóta esedékes volt. Évek óta tapasztaltuk, főleg ezen az úgynevezett nyugati oldalon, hogy nagyon-nagyon nehéz megóvni az időjárás viszontagságaitól ezt az ősi épületet. 222 éves a templom, és hát természetesen az idő vasfoga kikezdi újra és újra a homlokzatát. Ráadásul ugye a főtéren vagyunk, a legnagyobb épületünkről van szó, és azok a fák, amelyek korábban védték ezt a palástot, ami mögöttünk látható, a sajnos az idők folyamán vagy korhadás miatt, vagy életveszélyes villámcsapás miatt kidőltek, elpusztultak, eltűntek, és hiába 15 éve egy komplettebbnek tűnő felújításon esett át, a templom sajnos mostanra már újra gondok jelentkeztek. Ezért a palástot, tehát itt, ahogy látjuk, a hajónak a palástját ki kell cserélni. Pontosabban az alsó szinten, 3 méter magasságban a nedvességet ki kell szellőztetni, injektálás lesz, ami a nedvességet átereszti a vakolaton, és akkor egy új vakolást fog kapni, illetve ki lesz javítva a paláston körbe a hiba mindenhol, és egy új festést fog kapni, illetve belül, a templomon belül nem lehet most látni, de ugyanúgy gondok vannak, hiszen a korábbi beázások miatt a kiszáradás után nagyon csúnya foltok maradtak, ezt fogjuk eltüntetni. A felújítási munkák várhatóan jövő évben fejeződnek be. Ez összességében, ahogy most látjuk, ez jövő júliusig el fog tartani. Szakaszosan lehet, nyilván a téli időjárás befolyásolja az egészet, nem nagyon tudjuk egyszerre megoldani, de egy kiváló gárda állt be a munkába néhány nappal ezelőtt. Műemlékes szakember segítségével realitás, hogy jövő ilyenkorra már egy csodálatosan megújult templom fogadja a városba érkezőket. A beruházás a területi operatív program, azaz a TOP forrásaiból valósul meg. A forrás az állami forrás, pontosabban pályázati forrás. Ez az úgynevezett TOPOS pályázat. A korábban talán éppen mondhatom, hogy Karcag illetőségű és Karcag érintettségű tiszatavi templomok útján pályázati forrásból, az első körből mi kimaradtunk, és most pedig a második körbe belekerültünk, és ez az állami forrás, az nagyságrendileg bruttó 47 millió, tehát az építési költség az olyan nettó 29-30 milliót jelent. Tehát ez az, amit mi megnyertünk, köszönetilles egyrészt az ötletadót, ugye dr. Fazekas Sándort, hiszen ő volt, aki ezt az egészet elindította, most pedig Kovács Sándor képviselő úr viszi tovább, és így az ő javaslatára kerülhettünk bele ebbe a körbe. A református egyháznak számtalan terve van a jövőt illetően. Ahhoz, hogy ez a templom egyszer és mindenkorra úgy legyen megoldva, 21. századi technológiát használva, hogy nem csak nekünk, hanem még talán az utódainknak se kelljen ezzel foglalkozni, ahhoz egy olyan technológia, egy olyan szigetelési technológia, hogy olyan vakolat felhasználás kellene, ami a templom belsőt megóvja ezektől a kártételektől. Ez egy óriási beruházás. Ez mindenképpen a jövőre nézve gondolom végig, hogy hogyan lehet ezt megoldani. További fejlesztés, ami meg is fog valósulni, szintén pályázatból, hogy a belső padozatnál ott is az idő dolgozik. Próbáljuk konzerválni a faanyagot, de hát el tudjuk képzelni, hogy 100 évesnél idősebb faanyag ugyanúgy ki van téve a korodálódásnak, konkrétan a fák esetében még a bogarak is támadják. Ezt mind látjuk. Úgyhogy ennek a belső padozat felújításnak vagyunk az első stádiumában,
mert el fogunk indulni ebben az évben ezzel is, de az egészet egy idő után vagy, ahol lehet, ki kell cserélni, ahol pedig nem muszáj, mert eléggé erős még a fa, akkor ott pedig pregnálni kell valami olyan anyaggal, ami megóvja a kártevőktől, illetve ettől a külső hatástól. A harmadik, ami a felújításba tartozik, én szerintem a torony belsőnek a kialakítása. A torony belsőnél nem tudják a kedves tévénézők, hogy ott a belső vakolásot nincs megoldva. Azt is meg kell, és talán úgy kellene kialakítanunk a torony belsőt, hogy a feljárással lehetőséget biztosítsunk arra, hogy kulturális, meg turisztikai rendezvényeknek a helyszíne legyen. Értve ez alatt, odafönt van egy úgynevezett tűzőrhely. Ott lehetne egy kiállítást csinálni. Meg lehetne csinálni úgy a toronyba való feljutást, hogy csoportok, vagy éppen az érdeklődők kimehessenek, nyilván biztonságos keretek között a torony kerengő részébe, és akkor onnan pedig csodálatos látványt nyújt a városunk, el lehet látni a Kékesig. Szóval van turisztikai szempontja is annak, hogyha mi hozzálátunk a templom tornyának a megújításához. Azt gondolom, hogy ez bőven ad nekem gondolkodni valót, illetve a tervezésben bőven ad napi penzumot. De én hiszek a Jóisten segedelmében és a bennünket eddig is támogató embereknek a együtt gondolkodásában és a segítésében. Folyamatosan figyelik a pályázati lehetőségeket, és részt is vesznek rajta. Kenderesen önkormányzat mini bölcsödét alakított ki. Az átadáson Pádár Lászlóné polgármester elmondta, a város erre 10 millió forintot kapott a kormánytól pályázaton, és ezt egészítette ki közel 4 millióval az önkormányzat, így készülhetett el az önkormányzat tulajdonát képező Dózsa György úti épület átalakításával, a 7 fős mini bölcsőre csoportszobával és kiszolgáló helyiségekkel. A berendezéshez vállalkozók, magánszemélyek nyújtottak anyagi támogatást, melyet most is megköszönt a városvezető. Az ingatlan a településen működő óvoda telkével határos, tehát a helyszín nagyon ideális. Az épület ezen az önálló telken található egy funkciós, kétlakásos, földszintes lakóház volt, 131 négyzetméter hasznos alapterülettel. A telek 387 négyzetméter területű, a játszóudvar területe 185 négyzetméter. A belső átalakítás nem volt építési engedélyhez kötött tevékenység. A felújítás során egy mini bölcsödei csoport működéséhez szükséges csoportszoba és kiszolgáló helyiségei kerültek kialakításra. F. Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője köszöntőjében gratulált a város vezetésnek az új intézményhez, és mint fogalmazott, a bölcsödével valami megmozdult Kenderesen. Azt jelzi, van célja, jövője a városnak. Tudjuk, hogy a gyermek áldás, de vigyázni kell rá, gondoskodni kell róla, a szülőnek dolgozni kell, és hogyha a szülő dolgozik, de itt a gyermek, a kicsi gyermek, akkor minden szülőnek az a legfontosabb, hogy jó helyen, biztos kezekben legyen az a gyermek, főleg, hogyha kicsi még. És ez a mini bölcsöde azt mutatja, hogy Kenderesen jó kezekben, biztos környezetben, szép helyen lesznek azok a kenderesi gyermekek, akik először fognak beiratkozni ebbe a kenderesi bölcsödébe. És egy dolgot tudok kívánni a kenderesieknek, minél hamarabb legyen kicsi ez a bölcsöde. Minél hamarabb nőjék ki, minél hamarabb jelentkezzen egyre több gyermek, amely bölcsödébe, majd óvodába, majd iskolába akar járni Kenderesen. Mert építhetünk szép dolgokat, felújíthatunk régi szép épületeket, de nincs, aki használja, nincs, aki lakjon benne, az nem ér semmit, csak üres kő, mész és habarcs. De ha van gyermek, van óvodás, van iskolás, van szülő, apa és anya, van nagyszülő, nagymama és nagypapa, akkor annak a településnek jövője van. És Kenderes egy ilyen település, és ehhez a jövőhöz én kívánok sok sikert, sok munkát, és a munkának nagyon jó eredményt. A dolgozó szülőknek pedig mostantól biztonságot jelent az új intézmény, ami remélhetőleg
hamar kicsi lesz, kívánta. A Györfi István Katolikus Általános Iskolában rendezte meg napközis táborát a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Észak-Alföldi régiója. A táborról Molnár Tamást, a szervezet régió és ifjúsági koordinátorát kérdeztük. Mint megtudtuk, bár városi a tábor, de jó részt a helytadó Györfi István Általános Iskola tanulói vettek részt rajta. A programokat úgy állították össze, hogy legyen benne társasjáték, apróbb kézműves tevékenység és ismeretadás is. Egy napközis tábor, ahol a gyerekek megismerkedhetnek a szeretett szolgált tevékenységeivel, napközbeni ellátást biztosítunk, ez egy napközis tábor, a lovaskocsizástól kezdve, strandprogramon keresztül, egészen a kézműves foglalkozásokon át, nagyon sok szabadidő és hasznos idő eltöltésre való programot biztosítunk. Igyekszünk, hogy a gyerekeknek ezek a programok kicsit fejlesztő hatásra is legyenek a mozgásukra, a finom motorikájukra, mindig ezeket is szemre tartva állítottuk össze a programoknak egy részét. A karcagi csoportunk önkéntesei nagyon sokat dolgoznak ebben a táborban, ők vállalják a gyerekek felügyeletét, segítenek, ezen kívül persze az iskola is biztosított pedagógusokat, akik segítik a mi munkánkat. Városi szinten van meghirdetve a program, viszont a Györfi iskola nagyon hamar reagált, és nagyon magas létszámban képviselteti magát ebből az iskolából a diákság. Nagyon jó a tapasztalatunk, Karcag városától nagyon sok segítséget kaptunk már a szervezés során is, illetve itt a helyi intézmények is mindenben partnerek voltak, hogy a tábor minél színesebb legyen, úgyhogy mi nagyon bízunk abban, hogy ebben jövőre is lehet folytatása ennek a táborozásnak. Első nap a zenéjé volt a főszerep. Sípos Antal nyugalmazott zeneiskola igazgató vezetésével, majd a máltai mozgójátszótér munkatársai interaktív játékokat hoztak ide egy légvárral együtt. Kedden kerékpárral a lombkorona sétányra kerekeztek ki a gyerekek, ahol játékos feladatokon keresztül ismerkedtek meg az erdő élő világával. Szép Barnabás és dr. Széltót Katalin vezetésével. Délután az iskolában pedig logikai és csapatépítő játékokon vettek részt Molnár Tamás és a helyi szervezet vezetője Kovács Mária segítségével. Szerdán lovaskocsival városnézés és a karcagi Kunlovarda állatainak megnézésé volt a program. Délután pedig a karcagi tűzoltóságra látogattak el. Csütörtökön a karcagi rendőrkapitányság munkatársai tartottak előadást a tábor tagjainak a biztonságos kerékpáros és gyalogos közlekedés, majd a kerékpáros ügyességi feladatokon vettek részt, és egy rendőrautót is megnézhettek belül. Délután a várossal ismerkedtek, ellátogattak a Györfi István Nagykun Múzeumba, a templomokba, majd a látottakról játékos formában is számot adtak. Pénteken mesefeldolgozás volt szakember bevonásával, majd strandolás az Akácsliget fürdőben. A kollégáinkat a mozgójátszótérrel már nagyon régóta várták a srácok, úgyhogy ez biztos, hogy nagy sikert fog aratni, de a biciklitúrát is nagyon várják már, a lovaskocsizást, és persze a strand az minden gyereknek a kedvence. Szerintem minden gyerek mást mondaná erre a kérdésre. A tábor pedagógusainak munkáját a Máltai Szeretett Szolgálat karcagi tagjai mellett középiskolás, közösségi szolgálatosok és önkéntesek is segítették. Kedves nézőink, fontos lakossági közlemények következnek hírfolyamunkban. Vasúti szelvényben található átjáró lezárásáról tájékoztatjuk a tisztelt karcagi lakosságot, hogy a Karcag-Kunmadaras 103-as jelű vasútvonal 80+10 vasúti szelvényében található átjáró, ez a Cserhát telepnél található, felújítási munkálatok véget 2019. szeptember 24-én 18 órától, 2019. szeptember 25-én 6 óráig, valamint 2019. szeptember 25-én 18 órától 2019. szeptember 26-án 6 óráig lezárásra kerül. A felújítási munkálatok ideje alatt a vasúti átjáró fedezését a MÁV ZRT karcagi pálya fenntartási szakasz dolgozói végzik. A zárás ideje alatt a Kunhegyes úti belső keresztút irányába lehet kerülni. A vasúti átjáró lezárásából okozó kellemetlenségért előre is elnézést kérünk. Tájékoztatott a Karcagvárosi Önkormányzat. Tájékoztatjuk adózóinkat, hogy a gépjármű és a helyi iparűzési adó második félévi részletének befizetési határideje e hónap 2019. szeptember 16-án lejár. A fizetési értesítő, illetve a postai befizetéshez szükséges készpénzátutalási megbízások magánszemély adózóknak kiküldésre kerültek. Gazdasági társaságok, egyéni vállalkozó adóanyagaink részére a fizetési értesítő elektronikusan kerül megküldésre.
További felvilágosítás a Városháza földszint 40. számú helyiségében kérhető, adta hírül a Karcagvárosi Önkormányzat adócsoportja. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!